Sziasztok, jó reggelt, szerda van, reggel 8 óra, és ma ismét egy vlogot fogok nektek készíteni. Most kezdem ugye a napomat szokásosan méreckedéssel, vákumozással és pozolással. Kardiozás közben egyébként étrendeket szoktam írni, illetve ilyenkor vágok videókat és posztokat is csinálok. Meg volt a hasozás és a kardió, úgyhogy most lezuhanyoztam és megreggelizek. Sonkát fogok enni, uborkát és kaliforniai paprikát. És közben természetesen megy a kis sorozatom németül. A mai szettemről az egyik cégnek csinálnom kell egy TikTok videót, szóval ezt most megcsinálom. Még előtte gyorsan megcsinálom a sminkemet, csak ilyen full natúr sminket teszek fel, ugyanis ma lesz a fotózásom a Free Faces-zel, hogyha egyébként szeretnétek modellkedni, akkor írjatok e-mailt az odette@freefaces.net e-mail címre. Na, el is készültem a TikTok videóval, illetve még Instagramra is ki kellett tennem egy sztorit a cégnek, szóval az is megvan. Indulás előtt még azért gyorsan kipakolom a mosogatóvét. Még lehoztam gyorsan a szemetet is. Ezt a koszorút is innem kell magammal, ugyanis ezt is egy cégtől kaptam, úgyhogy ezt is be kell fotóznunk, úgyhogy most már indulok is. 3:11 van, 11-re megyek, szerencsére már 10 perc alatt ott is leszek. Ilyenkor szoktam reggelente anyát felhívni, úgyhogy már hívom is, természetesen kihangosítóval szoktam beszélni. Megérkeztünk. Ez jó az a póz. Végeztünk a fotózáson, most van 12:30, kiraktam a sztorikat, megcsináltam a posztokat, egyből jöttem ide egyébként a Mekkához, a konditeremhez, megeszem az edzés előtti rizskásámat, amit otthonról hoztam magammal, természetesen fitodett étkészlettel, aztán pedig jöhet az edzés. Itt vagyok az edzői öltözőben, ma is meg fogok fagyni, még így az edzés elején, úgyhogy jó rétegesen öltözöm fel. Ez most az új peppem, hogy egy hosszú jut veszek fel, és rá egy férfi pólót, imádom. Hú, gyere, a három gyakorlat kész, és én mindig van három, mindjárt megdöntjük. Végre jön az utolsó gyakorlat, elsőként. Hú, na végeztem, mindig 6 gyakorlatot szoktam csinálni, 4 körben, úgyhogy kb. 1 óra alatt általában végzek. Most pedig jöhet a nyújtás. Nyújtás közben egyébként német hanganyagot szoktam hallgatni, edzés közben utálok zenét hallgatni, herótot kapok tőle, mert elkezdek énekelni, nem odafigyelek, szóval ilyenkor inkább nem hallgatok semmit, csak nyújtás közben a német kis hanganyagomat, hogy olyankor is gyakoroljak a felsőfokú német nyelvvizsgára. Na, végeztem az edzéssel, és megint érkezett néhány csomagom a Mekkába, mindig ide szoktam rendelni, szóval ezt most hazaviszem. Így mi? Hazafelé még be kell ugranom a Rossmannba, ugyanis vennem kell ilyen mini hajgumikat, mert az esti outfitemhez olyan hajat találtam ki, amihez kelleni fog ilyen pici hajgumi, szóval azt most megveszem. Meg is van. Megvettem sikeresen a hajgumit, szóval most már rohanok. Hazaértem, mindent felcipeltem a kocsimból, úgyhogy most jöhet végre a kaja, mert éhen hal. Az edzés utáni kaján puffasztott rizs lesz, protein krémmel. Igazából ezt vegán fehérje porból szoktam csinálni, és így megkenem a kis puffasztott rizsemet. Erről egyébként találtok a YouTube-omon videót, hogy hogyan készítem, szóval azt nézzétek meg. Úgyhogy ilyen kis aranyos szendvicseket csinálok belőle. És közben persze nézem a Szívek szállodáját németül, ez a legjobb sorozat jelenleg, de mindig csak kajálás közben szoktam egyébként sorozatot nézni, szóval nagyon-nagyon lassan haladok vele, már vagy 1/2 éve nézem, és még mindig tökre az elején tartok, de hát mindegy. Nincs időm máskor sorozatot nézni, csak amikor kajálok. Na, guten appetit! Most már tele a pocakom, úgyhogy indulhat tovább a munka. Ezt a kabátot kell befotóznom az egyik cégnek, videót kell csinálnom Instára, illetve TikTokra is. És egyébként pont jól jön most ez, ugyanis megyünk étterembe a nővéremmel, meghívtak minket oda is influencerkedni, szóval ezt a kabátot fogom hozzá felvenni, ehhez állítok össze egy outfit. Elkészültem a TikTok videóval és az Insta sztorikkal is, mind a kettőt posztoltam, szóval most már indulok az étterembe. Hú, na, már úton vagyok, brutál nagy dugó van, mert délután 4 óra van, vagyis 3:45, szóval nagyon jókor indultam el. Mindegy, pont 57-re leszek ott, és 5-re van foglalva asztalunk, szóval tökéletes.
Sziasztok! Szia, hölgyem! Megérkezett az előételünk, nekem padlizsánkrém csak zöldségekkel, Lucának szintén padlizsánkrém csak pirítossal. És megérkezett a főételünk is. Most végeztünk az étteremben, este 7 óra van, nagyon-nagyon finomat ettünk, nagyon finom volt. Tök jó volt így a Lucával kicsit elmenni valahova, végre így a versenydiéta után már tudok én is étterembe enni, úgyhogy nagyon jól esett. Most pedig megyek haza. És végre hazaértem. Még mielőtt lemostam a sminkemet, csinálok néhány TikTok videót. Az egyetlen alkalom, amikor nem német sorozatot nézek, az amikor a konyha főnök megy, szóval amíg pakolászok, ez megy a háttér. Na, sikerült végre mindent összepakolnom, már este 9 óra van, 9 óra 9 perc. Előkészítettem a holnapi kardiózáshoz a szettemet, ezzel majd be kell fotóznom egy fitrédizítőt, illetve az edzéshez külön a szettemet, úgyhogy ez is megvan. Most pedig jön a szokásos esti programom, összeírom a kiadásaimat, a bevételeimet, ami a mai nap történt, illetve a teendőimet kipipálom a listámon, meg beírom a többi dolgot, ami még ma bejött, szóval ja, ez a szokásos esti program, hogy összeírom a naptáramat. És mivel holnap ismételten egész nap úton leszek, így viszem magammal a reggelimet már, ugyanis így amarra fogok kardiózni, szóval már a reggelimet is viszem, mert azt sem itthon fogom megenni, illetve az edzés utáni kajámat is. A reggelim zapkása lesz, az edzés utáni pedig rizskása. Hiszen állok a holnapi napra, mindent összekészítettem. És mivel ma megérkezett a csomagom a CK-shoz csapatától, most még ezt is be kell videóznom, ugyanis holnap reggel kell kitennem az unboxing videó sztoriba. Vacsorára pedig ebből a quinoa tésztából fogok paradicsomos, tejszínes gombás tésztát csinálni. A receptet egyébként már kitettem YouTube-ra, szóval azt megtaláljátok. Ilyen zéró bolonyai néven a szem úgy van kint. Szóval ezt most megcsinálom, aztán megyek aludni. Már készül a kis gomba, illetve a tésztújkra is. Csináltam külön halat is, mert most a tésztára nem fogok húst tenni, úgyhogy ezt majd külön fogom megenni. Beletettem a listájszint és a paradicsomszószt. Most pedig jöhet bele a tészta. Elkészült a kis kalcsim, úgyhogy ezt most benyomom. Jöhet a sorozat. Ezt most megeszem, aztán megyek és aludni, már este 11 óra van, szóval ezt... Már este 11 óra van, szóval ezt most benyomom, aztán megyek aludni. Közben természetesen szól a német sorozat.